A székelyföldi Zetelakáról érkezett hazánkba az Ezüstfenyőni Táncegyüttes, akik országjáró turnéjuk során több tornamegyei települést kerestek fel, köztük Magyarkeszit is, akikkel régre visszanyúlik kapcsolatuk. 5 évvel ezelőtt jelentkeztek be a Zetelaki Ezüstfenyő Tánccsoport. Szokolyon voltak előtte évben, és megkeresett a vezetőjük, hogy esetleg nálunk is szívesen föllépnének. Ilyenkor szállást adunk, étkezést biztosítunk nekik, és holnap mennek tovább másik településre. Ez az én saját szubjektív érzéseim, vagy érzelmem, vagy ragaszkodásom. Sokat jártunk Erdélybe, és még szeretnék is. És valahogy olyan jó őket látni, jó őket hallani, ahogy beszélnek. Ezért szeretjük őket. Az Zetelakai Táncosok műsorát megelőzte a helyi hagyományőrzőtábor növendékeinek előadása, akik roma és magyar táncokkal is készültek. Ez a hagyományőrzőtábor, ez már több éve hagyomány itt Magyarkeszin. Ugye a faluban laknak roma gyerekek és magyar gyerekek, ezért mind a két kultúrából próbáltuk a hagyományokat feleleveníteni, illetve a gyerekeknek átadni. Ezért is volt ez a két különböző tánc. Tehát egyik, úgy mondhatom, nép megtanulja a másik népnek a tánc. Ez egy pályázat keretében tudott megvalósulni. Kovács Erzsébet a polgármester, illetve a roma önkormányzat elnöke Orsós György együtt összefogva pályáztak erre a tábornak a létrejöttére, és az ebből kapott pénzből a gyerekeket napi 4-szer étkezésben tudtuk biztosítani, illetve különféle programokkal tudtuk őket megismertetni. Az 5 napból 4 napunk, ami alatt ezt az 5 koreográfiát megtanultuk, illetve a 3 roma tánccal kiegészülve, és hozzá kell tennem, hogy a roma táncot egy 7. osztályos kislány Orsos Klementina által tanultuk meg, mert hogy ő régen járt roma táncra, és ő tanította meg nekünk, szinte még nekem is, mert nekem is új ez a kultúra. A Magyarkeszire érkezett székelyföldi vendégeket a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is elkísérte, aki az együttes megyei körútját segíti. Székelyföldről elhozzák a székely gondolatot, székely hagyományokat, beöltözve a szép népviseletben megjelenjenek a településeken. Szerintem ez az identitásunkat, a közös identitásunkat mindenképpen erősíti. Az idén 19 magyarországi települést látogattak meg az Zetelaki néptáncosok. Magyarkeszire már 5. életét vissza a hagyományápoló néptáncegyüttes, ahol örömmel látták őket vendégül. Az ilyenkor befolyt adományt a következő évi turnéra fordítják, de ahogy a néptáncoktatójuk fogalmazott, a taps az ő fizetségük. Most pillanatnak 15-ön jöttünk, ugyanis a buszköltséget nem tudtuk a nagyobb buszköltségét kifizetni. Van nekünk a repertoárunkban kisküküllőmenti, sűrű és ritka pontozó leánykörtánc, valamint párostánc, udvarhelyszéki táncrendünk, verbunkos, lassú csárdás, seves, szökös és marosszéki. Akkor van még a moldvai körtáncunk, szatmári táncunk, kalotaszegi táncunk és mezőségi táncunk. Táncaink között szoktunk verseket mondani, meg énekeket énekelni. A zenekar kíséret nélkül van, gépzenéről megy a zenénk, ugyanis a zenekart nem tudnak megfizetni mi pillanatilag. A Székelyföldről érkezett együttes magyarországi fellépése alkalmával arra is próbál időt szakítani, hogy megismerjék a környéket a fiatalok. Sokkal másabb, mint Románia. Nagyon fura nekünk, hogy minden magyarul van. Sokkal jobb érzés az, hogy a boltok polcain is mind magyarul olvassuk az írást. Nagyon jó. Nagyon kedvesek az emberek, sőt a kedvesnek a, nem tudom, a legfelsőbb foka. Tényleg mindenhol nagyon pozitívak hozzánk. Programokkal úgy vagyunk, hogy nem mindig fér össze az előadással, mert nagyon el szoktunk fáradni. A nyári melegben kitettek magukra a táncosok, mint a helyi, mind a vendégfellépők hatalmas sikert adtak Magyarkeszin.